A német nemzetiségi oktatás időszerű kérdéseire keresték a választ a nemzetiségi ovi ügyek címet viselő konferencián. Ritter Imre, a Magyarországgyűlés német képviselője azt mondta, olyan változások és szabályzók kerültek bevezetésre, melyek garantálják a magas színvonalú pedagógiai munkát. A program három lábon áll, mondja Ritter Imre, része ennek a bérek rendezése, a pedagógus képzés színvonalának emelése és a képző intézmények anyagi támogatása is. Óvónőknél több mint 40%, a tanító tanároknál nem is tudjuk pontosan, hogy hányan hiányoznak. Erre most lesz egy országos felmérés. A jövőben jelentős változás várható, mutatja ezt a most felsőoktatásba kerülő pedagógusok száma is, mondja Ritter Imre. Emellett fontos olyan módszerek bevezetése is, mely valóban használható nyelvtudást ad a gyerekek kezébe. Alapvető problémája, hogy elsősorban a grammatikára, a nyelvtanra összpontosít, és nem segíti, nem neveli rá a gyerekeket arra, hogy a nyelv az a kommunikáció eszköze. Nagyon sok olyan ismerősöm van, de szerintem mindenkinek a saját ismeretségi körébe, aki még akár rendelkezik is egy középfokú nyelvvizsgával, de nem mer megszólalni gyakorlatilag. Hát én azt gondolom, hogy egy abszolút váltás kell a magyar nyelvoktatásban. A jelentős anyagi támogatás évi 750.000 forint az egyetemi tanulmányok alatt, és évi 1 000 000 forint nemzetiségi pótlék meggondolásra készteti majd a jövő pedagógusait a tekintetben, hogy érdemes-e hosszú távon a pályán maradni. Fejtette ki reményeit a parlament német nemzetiségi képviselője.